Tudod, mi történik a lányokkal, akikről ilyen képeket küldenek kérnek? Ebben a hollywoodi filmben egy hacker feltöri az egyik diáklány számítógépét. Mindez azonban valóság is egyben. Naponta 500 millió adatot lopnak el világszerte. Egy hétköznapi Facebook profil percek alatt feltörhető, egy netbank belépési kód sem jelent akadályt a hozzáértőknek. A digitális immunerősítő programsorozat szolnoki állomásán szakértők beszéltek az internet veszélyeiről. Bárkivel, akit itt kiválasztanék a közönség soraiból, te föl tudnád törni a Facebook oldalát és hasonló dolgokat megcsinálni. Ezt azért nem mondanám így, hogy bárkivel, bármikor, azért kell a másik félnek is a úgymond gyengesége, hibája, ugyebár a hackerek ezt használják ki. Ha nincs kétlépcsős belépési rendszer, ha egyszerű a jelszó, ha sok illegális oldalt látogat a felhasználó, vagy ha nagyon sok privát adatot, élményt oszt meg az interneten, azzal mindenki csak segíti a hackerek dolgát. A Roadshow filmmel és játékokkal arra hívta fel a figyelmet, hogy senki sincs biztonságban. Mindenki állítsa be a Facebookját nem nyilvánosra, azaz a posztokat csak az ismerősök, barátok lássák. Ezzel elkerülhetünk egy csomó olyan dolgot, amit itt is ki lehet próbálni, hogyha valakinek nyilvános a Facebookja. Össze lehet rakni a posztokból és a Facebookon lévő adatokból a jelszavakat ki lehet találni. Minden negyedik magyar fiatal nem bírja ki 24 óránál tovább internet nélkül, és minden negyedik a nap 24 órájában csatlakozik az internet. Míg egy nagymama 8 megabájt információt kap egy hónapban, addig egy internetező ennek 14 000 szeresét. Én általában a telefonomat messengerzésre és igazából videókat szoktam nézni még YouTube-on rajta. Különösebb dolgokra nem szoktam használni. Amikor tehetem, akkor is messengeren azt beszélem meg barátaim, hogy hol tudunk találkozni. A technikai fejlődésre szükség van, de csak káros hatásai nélkül. Hangzott el a Roadshow-n. Mielőtt lekapcsolsz,